9 felnőtt versenyző szállt nyerekbe a faludi síkon rendezett megmérettetésen. 3 körbe sorsolták a nevezőket, akik közül szoros versenyeken dőlt el, hogy ki lesz a 3 döntős. A kis huszárok is sokan indultak a gyenesi elődöntőn, 10 fiatal mérettette meg magát. A pályát nagyon szeretik a lovasok, többen közülük komoly tapasztalattal rendelkeznek, hiszen sokan már az országos döntőkön is szép sikereket értek el. Vallják, ez a helyszín a legjobbak közé tartozik, ez a szervezőknek nagy öröm. Bugacról, Szilvásváradról, Szikszóról, de sorolhatnám még, ilyen messziről eljöttek hozzánk versenyezni azok, akik szerették volna megmérettetni magukat, és hát ez bizonyítja azt, hogy ezek szerint jó ez a rendezvény, szeretnek ide járni, mert nagyon sok a visszatérő, és jó a pályánk is, biztonságos. Itt megint lehetett látni a tempókon, hogy ki mindenki milyen bátran lovagolta meg a pályát. A döntő előtt színes programokkal kápráztatták el a közönséget. Többek között huszár bemutatókkal idézték fel az elmúlt századokat. Kihagyhatatlan volt a szabadító mított lovak bemutatkozása is a programból. A vágta a lovas hagyományokat hivatott népszerűsíteni. A magyarság életében mindig is fontos szerepet játszottak a hátasok. A lovas kultúra ápolása kiemelt feladat a szervezők szerint, ezért is tartják fontosnak, hogy minden évben megtartsák a nemzeti vágtát. A kereszténység és a lovas nemzettudat meghatározza az egész magyarságot, és ennek egy nagyon jó példája ez a Festetics vágta, amelyet már 14. alkalommal rendeznek itt. Elsőként jelentkezett Gyenes Diás, amikor kitalálta a Nemzeti Vágta Szervezőbizottsága, hogy szeretnénk országosan mindenfele kvalifikáló, minősítő versenyeket szervezni, akkor Gyenes Diás mindjárt jelentkezett itt az egykori Festetics pályán, ahol szintén száguldoztak a lovak a múlt században, és újraélesztették ezt a hagyományt. A döntőt a kis huszárok kezdték meg, közülük a szikszói Harsányi Viktória nyerte a futamot, a második a csemői Domján Korina lett, a harmadik helyet pedig az iváni Tóth Fanni szerezte meg. Nem kevés izgalmat tartogatott a felnőttek döntője. A többszörös nyertes Németh János és Kovács Levente között dőlt el a viadal, végül az előbbi ért célba decskösséget képviselve. Baja lett a második, még a szilvásváradi Nyéki Levente harmadikként futott be. Nagy öröm, meg nagy izgalommal telt az a mai nap, főleg az előfutam, mert ugye volt az a pipacs Porva színébe. Egy nagyon minimáltat tartottam tőle, de mégsem féltem. Nem mondom, hogy könnyű versenyt vártam, egy kicsit ilyen nehezebbre, de attól függetlenül elég könnyű volt. A program az ünnepélyes díjátadóval zárult. A legjobbak október első hétvégére készülhetnek a Nemzeti Vágtára, melyet idén nem a Hősök terén, hanem Szilvásváradon rendeznek.